És sziasztok! Köszönöm szépen a sok kiállást, kértem, köszöntjük a sajtót is, örülünk neki, hogy itt vagytok. Ami nagyon fontos, hogy rengetegen hívogattátok a feleségemet, és jött az éjszámomat is, és átcsörgött oda. Én ezt nagyon szépen köszönöm mindenkinek, tehát valóban nagyon nagy dolog volt, hogy így kiálltatok. Akit nem tudtam visszahívni, azért bocsánat, most itt köszönöm meg azt, hogy amit tettetek, köszönöm azoknak, akik odajöttetek az Aradi utcába, illetve azoknak, akik elkezdték szervezni a holnapi kiszabadításomat, hogy amikor lejár a 72 óra, ott fogadjatok, vagy tüntessetek azért, hogy kiengedjetek. Ezt ugye megelőztük tegnap egy frappáns vágással a bíróságon. Egy picit arról beszélnék nektek, hogy mi történt, jó? Az szerintem egy nagyon fontos dolog. Hát először is ugye sokan tudjátok, hogy készültünk egy nagyon nagy akcióra, amikor is már többször figyelmeztettük a bankokat arra, hogy bizony itt ennél nagyobb dolgok is lesznek, mint amik eddig voltak, és ezt az akciót meghirdettük kedden reggel 7 órára, amikor is azt mondtam, hogy én be fogok törni egy bankirakatot. Senki nem tudja, egyetlen egy ember tudta, hogy a bankirakat betörésről szó nem volt. Ugyanis a Fodor Sanyi, talán láttátok, kiragasztott egy hungarocell kalapácsot. Amikor értem jöttek a rendőrök, akkor készültem kinyomtatni több ezer olyan plakátot, amin csákányok vannak, és egy betört kirakat, ezt szerettem volna összerakni. A cél az volt, hogy a nemzeti színű csákány meglendítem és leteszem az bank ablaka elé, és azt mondom, hogy mi még most sem zúzzunk. Amikor emberek halnak bele, mi még mindig egy békés tömeg vagyunk, és ahányan ott vagyunk, több ezer plakáttal a körúton az összes bankot bejelentés nélkül ezerrel bepakátoltuk volna még talán utoljára. Jól nézett volna ki a médiában, én azt gondolom, jól mutatott volna a közvélemény előtt is, és én azt gondolom, hogy az éber nyomozóink azok megfosztották Magyarországot talán az utolsó békés kiállás lehetőségétől, amikor megmutathattuk volna, hogy mi még mindig olyanok vagyunk, akik nem teszünk meg ilyeneket. Erre az egyetlen bizonyíték, hogy ezt terveztük, ami közvetlen bizonyíték, a Fodor Sanyi, akivel ezt megbeszéltem, és ő ugye ennek megfelelően meg is csinálta. És a közvetett bizonyíték, amit a nyomozók nem értettek, hogy miért van egy hatalmas doboz tintapatron, vadonatúj, ott a kandalló mellett, hát azért, mert előtte azért rendeltem, hogy bizony legyen mivel kinyomtatni ezeket. De hát így alakult. Úgy gondolták, hogy én terrorizmussal fenyegettek, amikor egy bankirakat betörését tervezem. Hatalmas házkutatás volt nálunk, és engem, ahogy tudjátok, elvittek bilincsbe. Egyébként azt kell jeleznem, hogy a készenléti rendőrség rendkívül jól bánt velem. Nagyon vendégszeretőek voltak, benn is tartottak két éjszakát, de mindez jól alakult. Ott a fogdán, amíg nem tudták rólam, hogy miért kerültem be, addig is teljesen normális volt a bánásmód. Ezek csak legendák, vagy nem tudom, hogy legendák, és soha nem tapasztaltam, hogy erőszakosak, vagy bunkók, vagy bármi lettek volna, amikről itt beszélnek. Abszolút korrektek voltak, normális kaját kaptam, hagytak aludni, pihenni, sétálni, tehát minden, ami kellett, az tökéletesen megvolt. Aztán a dolog egy kicsit megfordult, amikor kiderült, hogy terrorizmussal fenyegetés ellenem a vád, és ahogy kiderült, hogy ez a bankirakat miatt volt, hát akkor nyilván előkerültek azok a dolgok, amikről emberileg is lehet beszélgetni, és tényleg onnantól kezdve meg aztán minden tökéletesen működött. Előjött az, hogy a rendőrök és az őrök is emberek, és bizony ugyanabban szenvednek, amiben mi szenvedünk. Miért is történt ez meg, hogy engem így lekapcsoltak? Ugye a iratok szerint az OTP tette meg a feljelentést ellenem, majd pedig a rendőrség éberen elkezdett nyomozni az ügyben. 3 nap alatt találtak is egy olyan pontot a BTK-ban, ami alapján engem jó hosszú időre, 2-8 évig be lehetne kasztizni, csak ezért, mert ilyet tennék. Valóban, ha szó szerint nézzük, illetve egy kicsit kifacsarjuk még ezt a törvényt, vagy eltekintünk a törvényben lévő helyesírási meg értelmezési hibáktól, akkor lehet ezt így nézni. Nyilván nem tekintünk el, tehát azért ahhoz lesz egy-két szavam nekem is. Úgyhogy ez az volt a cél, hogy engem kivonjanak. Ennek van egy nagyon jó tanulsága, én azt gondolom, hogy nem csak engem vonhatnak ki bármikor, vagy akarhatnak kivonni, hanem bármelyikőtöket, aki kicsit keményebben fellép. Úgyhogy egy kicsit tanulnunk kell ebből, ésszel kell csinálnunk a dolgokat, talán még több ésszel, bár szerintem rám jellemző, hogy mindent jól előkészítek és megcsinálok, de most valamiért ez mégsem sikerült. Azért is fura ez a történet és ez a kifacsadás, hiszen rengeteg jogász látta az én felhívásomat, és senkinek nem tűnt fel, hogy vigyázz Laci, ez terrorizmus. Olyat kaptam, hogy vigyázz már rongálás, vigyázz már betörés,
gyakorlatilag már csak azért sem érdekelt, mert nem is akartam megcsinálni, ha meg megcsinálom, akkor is legfeljebb rongálás vagy üvegbetörés, de úgy látszik, hogy más sem vette ezt észre, viszont az ügyészség az nagyon frankó volt, biztos régóta készül rá, hogy engem valamilyen módon elkaszáljanak. Hát ez most sem sikerül, én úgy gondolom. Hogyan tovább? A tovább az azért nagyon fontos, mert ugye ott volt időm gondolkodni egy kicsit. Itt vagyunk most 25-en körülbelül, meg szoktunk lenni 100-an, 200-an, 300-an, legtöbb talán 500 volt az elmúlt időben, amikor elmentünk és kiálltunk az igazankért. Én azt gondoltam ott bent, hogy 2-től 8 évig lecsücsülni 300, 500 vagy 30 emberért lehet, hogy nem jó üzlet. Mert ha 10 000 emberért csücsül be az ember, és azért, hogy Magyarország szabaduljon a devizahiteltől, a fene egye meg, hát kit zavar ez a történet, bizonyára a 10 000 ember előbb-utóbb ki is hoz, vagy így, vagy úgy, ha szabadulhat. De amíg nincs 10 000 ember, vagy még ennél több, addig én azt gondolom, hogy bent csücsürészni, és onnan nem csinálni semmit, itthon a család szar helyzetben van, és a mozgalom is, ez lehet, hogy nem éri meg ezt a történetet. Tehát a továbbokat azt mindenképpen e körül szeretném felvázolni, mert nagyon fontos mindannyiunknak, hogy kint legyünk és tudjunk segíteni. Míg hogyha ez a terrorizmus, ugye példát akarnak vele statuálni, de valószínűleg nem fog megállni, tehát szinte kizárt, hogy ez meg tudjon állni. Nagyon sok jó érzésű ügyvéd állt mellettem, hallottam, hogy a tévében is voltak, akik nyilatkoztak erről. Mindenki el tudja kaszálni, tehát egyenként is. A napokban fogjuk összeállítani azt, hogy akik együtt is hajlandók ezért dolgozni, azok bizony akkor kezdjenek el egymással is beszélgetni ez ügyben, és egyelőre úgy tűnik, hogy mindenki ingyenesen vállalta ezt a történetet. Tehát mindenképpen van remény, hogy ebből kijövünk, de mi van, ha egyszer nem sikerül? Tehát csinálunk egy kemény akciót, 30-an, és mind a 30-unkat bekaszniznak, és esetleg ki se tudunk jönni ebből a dologból, akkor az a nagyon-nagyon nagy gond lenne. Beszélgettem én a nyomozókkal, hogy hogy van az, hogy az OTP azt mondja rám, hogy terrorista vagyok, és ők azonnal lerohanják a házamat, nagyon sokan voltak ott, mindent feltúrtak, bár egyébként nem okoztak nagy gondot azon kívül, hogy mondjuk a gyerekeimet nem engedték telefonálni és számítógépezni közben, és elvitték az ő számítógépeikat is. De egyébként meg olyan nem olyan túl jó érzés, amikor ott berontanak ezen a házadba, és akkor ott tesznek mindent. Bár jó pofára vettük a dolgokat, nem nagyon bírták elviselni, amiket mondok nekik. Többször mondták, hogy hagyjam abba, mondom, nekem viszont jogom van bármikor bármit mondani, és mondtam is, tehát ezzel a jogommal tudjátok, hogy bármikor élek. Viszont OTP feljelentett rögtön terrorizmus a vád, de amikor mi feljelentettük az OTP-t és az összes többi macskot, akkor azt mondta az ügyészség, hogy ő nem nyomoz. Mert hogy ilyenre nem nyomozunk, ez így nem állja meg a helyét. És ezt én többször felvetettem nekik, azt mondták, hogy akkor tegyünk feljelentést, úgyhogy ha ma bejutok a rendőrségre, akkor valószínűleg szóban megteszem a Orbán Viktor torok elvágása ellen, vagy ügyében a feljelentést ismeretlen tettes ellen, és szeretném, ha elkezdenik a nyomozást ez ügyben, hogy kitettem, értette, ha meg nem volt ilyen, akkor meg miért hazudott az Anikó, mert ennek látom a kisebb esélyét, hogy ez így van. Mindenképpen járjanak utána ennek a történetnek. És ebben fogunk majd előre jutni. Egyre többen mondják, hogy tesznek feljelentést, tegyünk is, tehát mindenféle, akár emiatt, akár amiatt, hogy a bankok csaltak, hazudtak, loptak, tehát legyen dolga bőven az ügyészségnek, és remélem, hogy azt is kiemelt ügyként fogják kezelni, mert az enyémet úgy kezelik. És ugye közben megtudtam, hogy a Frici pedig teljesen függetlenül ettől, amit elmondta, betört egy kirakatot. Az én ügyemben is benne van az ő ügye, 4-jel utána, ami ügyszáma van, tehát valószínűleg ugyanazon a folyosón néhány cellával arrébb tartották őt is fogva, aki egyébként holnap reggel kell, hogy szabaduljon, ha ma nem dönt úgy a bíróság, hogy bennmarad. Úgyhogy a figyeljétek, mert holnap reggelre oda az Arati útra mindenképpen szervezünk valami kis összejövetelt. Egy kicsit nehezebb helyzetben van az ő családja, egyrészt 3 kicsi gyerekkel vannak, másrészt pedig ugye a felesége nem olyan ismert ebben a körben, mint Anita, az én feleségem. Tehát az lenne a kérésem, hogy egy picit támogassuk őt is majd, úgy, mint ahogy Anitának nagyon jól esett, hívogassuk, ajánljunk fel segítséget, anyagit, vagy akár olyat is, hogyha a gyerekekre kell vigyázni, vagy ilyesmi. Ma megkérdezem nem sokára tőle, hogy közzel adhatom-e a számát, vagy ha nem, akkor csak egy-két embernek, és ővele is tegyük meg ugyanezt. Mindenképpen össze akarják kapcsolni a két ügyet, szerintem semmi összefüggés nincs, azon kívül, hogy jól ismerjük egymást Fricivel, de ő teljesen magától teszi ezt meg, és majd amikor a bíróságra térelek, akkor fogjátok látni, hogy a bíró is így gondolja ezt.
Ugye a gyerekeknek kell a tanuláshoz a számítógép, nekem kellene a munkához a számítógép. Nagyon sokotoknak abba volt benne a telefonszáma meg a telefonomban, amit szintén elvittek, és ugye egymáson voltak a biztonsági mentések, sőt egy harmadik számítógépre is biztonsági mentéseket csinálok mindig a cuccaimról, de azt is elvittek. tehát így azért nem olyan könnyű létezni. De hát ha valakinek nem válaszolok, nem hívom fel, akkor bocsika, tehát ez így van. De ugyanez igaz az ügyfeleimre is, akik az elmúlt időben nekem írtak levelet, vagy hívtak. Fogalmam nincs, hogy kit kell visszahívni, sőt, azt sem tudom, hogy mondjuk jövő hét kedden kivel mit beszéltem meg arra az időpontra, mert abban van minden. Sőt, jövő hét szerdán ugye bíróságra megyünk egy másik üggyel kapcsolatban, és a számítógépemben vannak az előkészítő iratai, amit ugye nem tudok kinyomtatni. Tehát így vannak ilyen dolgok, amit nem gondolt végig a rendőrség, de hát majd ma bemegyek, és ott személyesen fogom követelni a kiadását a dolognak. Nem tudom, hogy mit fognak ehhez szólni. Jó, tehát légy szíves, mindenképpen tegyétek fel és emeljétek ki, hogyha valaki nekem írt vagy üzent az elmúlt időszakban, azt tegye meg újból, és ha valahol nem jelenek meg, az nem azért van, mert bunkó voltam, hanem mert nem tudom, hogy ott kell lennem. Ugye fejben ez nincs meg, mert ugye van, akinek van notesze, annak nem kell, hogy legyen esze, és én ugye ezt alkalmaztam, sőt ide is alig találtam ide GPS nélkül, tehát megint úgy, mint régen, térkép a kormányon, és akkor milyen Orbán-hegyi út, hát ez biztos ide vezet, tehát ez így jött ez a történet. Ó, de szuper vagy, köszönöm szépen, nagyon aranyos, és először puszi, és sok, és köszönöm. Én is nagyon örülök neki, hogy itt lehetek veletek. Köszönjük szépen, én most nem ebben beszélek, de egyet hagyjatok nekem, jó? Mert csodálatos az a digoszki a többiek, nekem egy darab maradjon el a végére. Ugye a vád az teljesen koholt, tehát erről már ugye itt beszéltem, mert egy nagyon egyszerű dolog, azt mondják, hogy terrorizmussal fenyegettem. Ez nem azért volt, mert föltettem a videót, és nem is azért, mert ezt a videót elküldtem a miniszterelnöki hivatalnak, hanem mert a kettő egyszerre történt. Tehát azt mondják, hogy ha én fenyegetőzök egy rongálással, és felhívom a kormányzati szerveket arra, hogy tegyen vagy ne tegyen valamit, és akkor mondjuk nem teszem meg, vagy bármi ilyesmi, akkor ez terrorizmussal fenyegetés már is ebben a pillanatban. Ha véletlen megtörtént volna, akkor meg 10-től 20 évig, illetve életfogytig nem szabadható ki erre. Ami ugye, ha így megállna, akkor gyakorlatilag az összes olyan gazdát, aki valaha trágyát öntött az útra, és követelése volt, vagy dinnyét borítottak le, és követelték az árakat, ezeket a gazdákat mind már 10 és 20 év között meg kellene kasznizni, sőt gyakorlatilag minden tüntetésen résztvevő embert is, hiszen ha belegondoltok, hogy mondjuk az autós vonulásunk, a legutóbbi a gyászmenet, az több milliós biztosítási költséggel járt a rendőrségnek, tehát okoztunk egy hatalmas kárt, volt követelésünk, innentől kezdve, aki ott részt vett, elvileg mint terrorista volt, és akkor nem is csak fenyegettünk vele, hanem elkövettünk, tehát 10-től 20 évig, sőt nem akarok tippeket adni, de a Villinek a sorompó megfogása, ha az rongálás lett volna, akkor a Vilimait nem videózhatna velünk, mert ő már akkor tuti terrorista lenne, hiszen követelése is volt, azok, hogy engedjenek be a várba, még az is, hogy állítsák le a végrehajtásokat, és ez szörnyű követelés, úgy látom. Látjuk, a miniszterelnök úr is így gondol. Egy rövid részletet szeretnék erre a bíróság indoklásából felolvasni. A bíróság álláspontja szerint jelen cselekmény nem tekinthető a társadalomra veszélyes cselekménynek, elsősorban, mint ahogy a gyanúsított ki is hangsúlyozta, egy adott társadalmi jelenséggel szembeni figyelemfelhívás szándékával tette meg. A bíróság véleménye, hogy a demokrácia alapfeltétele, hogy figyelemhívásnak különböző módjai is vannak egy adott társadalmi jelenséggel szemben, és a gyanúsított nem lépte túl ezt a magatartást, aminek a célja egyértelműen a figyelemfelhívás volt, elsősorban a média előtt, és nem a döntéshozókra való hatásgyakorlás vagy személyi szabadság korlátozása. Tehát a bíróság azt mondta, hogy bizony ehhez jogunk van, tegyük, sőt azt mondta a bírónő, hogy abba ne hagyjam ezt a dolgot, mert csak legyen egy kis eszem és másképp csinálja, sőt a bírónő azt is megmondta, hogy egy kirakat betörése az nem gyakorolhat nyomást a kormányra, mert amelyik kormányra nyomást gyakorol, az gyakorlatilag egy puha pöcs. De a bírónő nem mondta azt, hogy mondjuk 1000 kirakat megtörése mit okozna. Nyilván nem ez volt a szándéka, hogy erre biztasson minket, és nekem sem ez a szándékom erre. Mindenki tegye meg, ha jónak látja, felnőtt ember, és eldöntheti, hogy mit csinál. És valóban egy kirakattal sokra nem megyünk. Legfeljebb kiszabadíthatjuk majd Fricit is. Viszont
amíg 30-an vagyunk, maximum 30 kirakatot tudunk betörni, mert azonnal elvinnének. Gondoljuk el azt az esetet, ha 1000-en vagyunk. Akkor ilyen teljesen más a történet, ha 10000-en vagyunk, akkor én hiszem azt, hogy egyetlen kirakatot sem kell betörni. Tehát nincs rá szükség, mert onnantól kezdve elég, ha csak jelen vagyunk, mondjuk ebben a Cinege úton, itt 1000 ember, én azt gondolom, hogy egész komoly riadalmat tudna okozni egy reggeli elindulásnál, ugye nem a rendőröket érinti, viszont a biztonsági szolgálat most nincs itt, de biztos meg tudnának erősíteni abban, hogy helikoptert rendelnének a miniszterelnök úrért, akkor meg ide hívnám a siklóernyős barátaimat, és akkor az eget is le tudnánk zárni, ha kellene. Tehát mindent megtesznek, hogy elkaszáljanak, óvatosnak kell lenni, hogy mit mondunk és mit teszünk. És ami nagyon fontos, bármilyen óvatosak is vagyunk, egyrészt hibázhatunk, másrészt koholhatnak ellenünk bármit. És én azt gondolom, hogy a hibázás lehetőségét megadni nekünk csak akkor éri meg, ha van miért. Illetve, hogy van kiért. Nyilván 30 emberért is megéri, de 30 emberért nem így fogunk küzdeni. Tehát az első, amit szeretnék nektek elmondani, hogy folytatjuk ugyanúgy a nálunk az összejöveteleket, viszont erősen rámegyünk arra, hogy mindenkinek megtanítsuk azt, hogy egyedileg hogy tudja a végrehajtását megszüntetni. Többünknek nincs pénzünk rá, nincs ügyvédünk és nem értünk hozzá. Én azt gondolom, hogy akinek van kedve hozzá, többnyire nálunk az összejövetelek, most ezután arról fognak szólni, hogy átbeszéljük jogilag, hogy a fenében lehet egy végrehajtást leállítani saját kezűleg, hogy lehet megakadályozni azt, hogy az autónkat elvegyék. Tehát amíg kevesen vagyunk, ezt az utat kell választani. A bakancsot látjátok, lecseréltem egy fekete cipőre, már nem kapucnis kulcsiba vagyok, hanem ilyen normálisabba. Tehát nem annyira az utcán harcolunk, mindaddig, amíg be nem bizonyítják az otthonaságüket meresztő emberek, hogy igenis van kiért kiállni és ide nem jönnek, támogatni nem feltétlen engem, hanem titeket, akik ugyanúgy a vásárra viszitek a bőrötöket, hogyha jöttök velem valamilyen kemény akcióba, mert oké, hogy mindig engem akarnának elkaszálni, de ha engem elkaszáltak, akkor jön a Billy, meg jöttök ti egyenként mindenki, és nehogy azt higgyétek, hogy benneteket nem figyelnek. Hogy de figyelnének, tudják nagyon jól, hogy kik azok, akik rendszeresen ott vannak, kik mit beszélgetnek velem, mit leveleznek velem, mindentől kezdve pedig, hogy ott van a számítógép, éppen náluk, nyilván mindent fognak tudni, akárkivel leveleztem valamit, hogy kezdjetek nyugodtan izgulni, aki olyan levelet írt valaha nekem, hogy hamarosan nála is meglesznek. Igazából, ugye benne nem tudtam, hogy mi a helyzet idekint. Én azt gondoltam, hogy egy ilyen jelentős ügy, amikor koholt vádakkal el akarnak kasszálni egy mozgalmat, az generál annyit, hogy itt mondjuk több száz ember legyen nap mint nap. Mondjuk ezt így gondoltam, hogy hát, ha jó lenne. Nagy csalódás nem ért, amikor megtudtam, hogy alig jön ki a négy fő minden nap, és úgy kell embereket hozni. És az sem lepett meg, hogy mindig ugyanaz a négy fő. Tehát mindig ugyanabból mondjuk a 30-ból alakul ki az a pár ember, aki újból és újból itt tud lenni nálunk. Tehát ez így nem működik. Ezt folytatjuk, ezt az akciót. Valameddig még nem döntöttem, hogy meddig, de ez lesz a próbatétele. Ha ide össze tud jönni, akár vidékről, akár honnan annyi ember, hogy folyamatosan 10-20-30 ember legyen itt, mert az már, én azt gondolom, hogy megfelelő létszám, akkor elkezdünk megint kemény dolgokban gondolkodni, de addig teljesen fölösleges, és én most nem fogadok el semmilyen kifogást senkitől, hogy nincs pénzem, nincs lábam, messze lakom, vagy bármi egyéb, hát oldja meg, mi is megoldjuk. Mindenki pénzt tesz bele, időt tesz bele, energiát tesz bele. Én azt gondolom, hogy igenis álljanak ki mások is magukért. Tehát ne csak mi álljunk ki másokért, hanem olyanokért álljunk ki, akik saját maguk is kiállnak magukért. Mondjuk megszerveznek vidéken egy ilyen kisbusz, vagy kölcsönkérik Vityótól, lemegy értük, és idehoz belefér legalább 9 ember, és egy hétig csövezzenek ők is itt. Aztán 9 ember lenni is csövezzen, és még páran feljövünk hozzájuk, már is komoly tömeg van, és aztán következő héten megint mások jöjjenek ide, akár vidékről, akár Budapestről, csak legyen meg az a létszám, lássuk, hogy valaki ezt akarja. Én azt gondolom, hogy sokan magukba szállhatnak, akik majd mondjuk megnézik ezt a videót, mert lehet, hogy akinek nagyon kellene, az meg sem nézi, mert ugye látjátok, nem jött ki sem a Hír TV, sem az RTL, senki, holott mondtam nekik, hogy egy ilyen jellegű felhívás lesz, és nagyon nagy szerepük lesz abban, hogy az embereket tájékoztatják, de itt vannak a neósok, itt van a Vili, én azt gondolom, hogy rájuk számíthattunk eddig is, és ezután is fogunk, akinek lehet, csak el fogják juttatni ezt az anyagot, és kérlek benneteket, hogy osszátok és juttassátok el minél több embernek mind a két felvételt, hogy lássák az emberek, hogy bizony, itt most már nem bajra megy a játék, nekik magukért kell kiállni.
ugyanis ha elmegyünk, nem tudom, hogy még beengednek ilyen tárgyaló körökbe, mint terroristát, direkt ugye nem is borotválkoztam meg, hogy lássák, hogy direkt, igen, teljesen szándékos, hogy direkt nem vittem be borotvált sem, és ott sem kértem, mert adtak volna. Legyen akkor stílusos, tehát ha ezzel vádolnak, akkor ne legyen az, hogy nem vagyok hozzáillő. Tehát én azt gondolom, hogyha beengednek ezekbe a körökbe továbbra is, és tudom képviselni ezt a kemény vonalat, ezt fogom képviselni, de nagyon nehéz úgy kemény vonalat képviselni, hogy 30 ember áll mögöttem, tehát így azért nehéz kiabálni, de azért én meg fogom ezt mindig tenni, és ezután is így lesz ez a történet. Ugye vannak nagyon sokan, akik kifogásokat keresnek, hogy miért nem jönnek ide. De amíg ők kifogást keresnek, mi megoldást, akkor egy darabig tudjuk tenni, csak ez a megoldás néha fájdalmas. Aztán vannak nagyon sokan, akik lélekben vannak itt, tehát arról beszélnek, hogy ők itt vannak velünk lélekben, mi meg bevitetjük magunkat a börtönbe. De az nem lélekben visznek csak be a börtönbe, hanem valóban bevisznek. Egy-két napig egyébként még poén is, mert ennyit utoljára nem is tudom hány hónapja nem aludtam, mint tegnap előtt a sitten. Illetve viszonylag jó volt a kaja is, mindig kérjetek vegetáriánus kaját, ezt nagyon jegyezzétek meg, az a legfrankobb volt, mézecske, vajacska, igaz az egyik este az a kicsi lekvárral rátettek a lekvárt a tésztára, az nem nagyon tetszett, de maradt reggeltől kenyerem, azzal is mindig spóroljatok, és ezt meg tudtam enni lekvárral, majd üresen a tésztát, de kaptam almát is, tudtam zuhanyozni és sétálni is kiventem, azt nagyon használjátok ki, ha oda jutok, mert az jól tud jönni az egy óra séta. Én ezt frankon roham tempóban lenyomtam egy ilyen kis helyen, így mentem, de nem kattantam bele, és csodálkoztatok meg én rajtam, hogy miért van ilyen jókedvem, ha vége van, no, azért mert sétáltam, hát az mindig jókedvre derít. Tehát én azt gondolom, hogy annak vége van, hogy másokért bevitessük magunkat, annak nincs vége, hogy igenis kőkeményen rágyújjunk a dolgokra. Teljes erővel támogatom az Árpinak az október 23-áját, nyilván ott leszünk, kérdés, hogy mennyien. Ha leszünk 10 000-en, nyilván teljesen más lesz a történet, mint hogyha csak pár százan lennénk, de igazából ez az itteni lesz szerintem most a mérföldkő. Végre eljutottunk oda, hogy a miniszterelnöknél tudunk, bíróságon kivívtuk, nem tudnak ellenünk mit tenni, bár nagyon szeretnének. Azt is be tudtuk bizonyítani azért itt néhány aktivista Krisztályék, meg a Laciék, Ágica, hogy attól, hogy engem bevisznek, itt ugyanúgy megy a történet. Tehát ezt azért használjuk már ki, ha valamit egyszer fel tudtunk építeni. És az is nagyon fontos, hogy ugye ezt elmondtuk 1000-szer, nem Orbán Viktor ellen vagyunk itt, azért vagyunk itt, hogy végre a devizahitelezésben áttörést tudjunk elérni, tehát ez egy fontos tennivaló. Igen, még mindig van, amit így írogattam tegnap este gyorsan, mert egy számítógépet ott felelejtettek. és arra gyorsan feltelepítettem a nyomtatót, meg egy-két apróságot. De hát ezen gyakorlatilag 4-en osztozunk a gyerekeim meg én. Ugye van, aki azt mondja, milyen jó, nekem egy sincs. De hát amikor valaki erre rendezkedik be, a gyerekek olyan iskolába járnak, hogy erre szükségük van, nekem a munkámhoz kell, akkor egy kicsit nehéz átállni, hogy nincs ilyen. Én azt gondolom, hogy addig kell eljutnunk, hogyha valakit bevisznek, akkor már nagyon köszönöm annak a kb. 30 embernek, aki ott volt este az Aradi utcában. Nagyon jól esett, hogy amikor vittek be, akkor ott voltunk, és a készenléti rendőrség az nem is rohant velem befele, tehát tényleg abszolút szimpatikusak voltak a kollégák, tehát abszolút tudom nekik mondani. És tök jó, tehát azt azért kell látnotok, hogy bármikor, amikor a készenléti rendőrséggel dolgunk volt, eddig mindig csak jó tapasztalatunk volt velük, benne voltak még a dulakodós játékban is, holott lazán el is tipporhattak volna minket, erről sokat beszélgettük egyébként az út közben a rendőrökkel, nem ugyanolyan jól élték meg mindannyian, mint mi, de volt, akinek tetszett a történet. Igen, arról már beszéltem, hogy hetente ott találkozzunk. Én azért annyira ennek a tárgyalásos megoldásnak a sikerében nem nagyon hiszek. Ettől függetlenül csinálom természetesen, ameddig csak lehet, mert hogy nincs más erő, amivel meg tudjuk mozgatni. Én azért abban hiszek, hogy sokan ott vagyunk, oda csapunk, kőkeményen fellépünk, ez lehet a megoldás. Ami nagyon fontos, hogy nagyon sok embernek kellene itt ügyeletet vállalni, és sok embert kellene arra biztatni, hogy igenis jöjjön, csinálja, mindegy, hogy milyen hideg van, mindegy, hogy ez mennyi kellemetlenséggel jár, és mindegy, hogy melyik oldalon áll, milyen pártban, melyik szervezetben van benne, ugyanis
amikor majd jön a végrehajtó, nem fogja megkérdezni, hogy hideg van, vagy meleg van, nem kérdezi meg azt sem, hogy messziről jöttél, vagy közelről jöttél, semmi ilyesmit nem fog kérdezni, azt se kérdezi meg, hogy fideszes vagy MSZP-s, teljesen mindegy, a végrehajtó az kijön, és el fogja vinni a házát mindenkinek. Ahogy az Árpi mondta, kezdjed el keresni a banános dobozokat, tehát aki nem áll ki magáért, ennek ez lesz a sorsa mindenképpen. Éppen ezért úgy gondolom, hogy továbbra is teljesen ingyen, ahogy eddig csináltuk. Én bárkinek megtanítom, hogy hogyan tud egyedül megírni egy végrehajtás megszüntető keresetet. Ott erről fogunk beszélgetni, szálljátok rá nyugodtan az időt. Van értelme a dolognak, valamiért a mi végrehajtásunk is szünetel, tehát biztosan a bíróság talált benne olyasmit, és valamiért engem tegnap kiengedtek. Ugye tettem egy vallomást, vagy egy, mondjuk azt, hogy egy komolyabb beszédet mondtam a bíróságon, elég sokáig is tartott. Tehát biztos, hogy tudok olyanokat mondani, amik előre viszik ezt a történetet. Tehát nem annyira ügyvéd szakmai, vagy jogilag hoztak ki, bár az ügyvéd is nagyon jól érvelt, de magára a történetre és a sztorira alapozva mondta azt a bírónő, hogy igenis ennek ki kell jönni. Így van. Ami szintén nagyon fontos, volt nekem egy tervem, amikor ezt a demonstrációt megcsináltuk, hogyha itt elég sokan vagyunk, tehát ez a valóban 8-10-20 ember itt van folyamatosan, akkor még tovább terjeszkedünk. Ugye a lentitől följöttünk a föntire, de van azért néhány olyan hely, ahol legalább ekkora jogosultságunk lenne, vagy kötelességünk lenne ott tenni, a Csányi háza, a többi mocsok a bankszövetségnél, na de mindenhova kellene legalább 4 ember. Mert akkor oda is bejelentem, és 3 nap múlva megjelenünk. Na kíváncsi leszek akkor ez a nagy fejű mit mondana, és akkor vajon mivel támadna be, és miért tenne feljelentést. Nyilván én majd megteszem most azért, mert el akarja vágni Orbán Viktor torkát. Remélem, hogy hamar őt is beviszik. Kérdeztem is ott a nyomozóktól, hogy vajon ő nála is ugyanezt csinálnának-e, hogy berohannak, elviszik az összes számítógépét. Így van, ő is terrorhat, az meg aztán pláne terrorizmus. Csak azt kell bebizonyítani, hogy ki volt, és Anikó ezt miért találta ki. Én azt gondolom, hogy ha kiterjesszük ezt minden bankvezér háza elé, és ott fogunk tanyázni néhány hétig, előbb-utóbb sírva fognak könyörögni, hogy menjünk ki inkább kirakatot törni, és még jutalmat is adnak érte, csak ne az ő házuk előtt tanyázzunk, mert az sokkal jobban fog fájni nekik, de mi azt mondjuk, hogy nem megyünk, hát jogkövetők vagyunk, hát nehogy már rongáljunk, gyerekek. Teljesen nyugodtan, csendesen, vagy egy-két bömbivel felszerelve a házuk előtt fogjuk ezt megtenni. Na de ehhez ember kell, tehát mindig oda jutunk vissza, és akárki is vezet bármit, mindig oda jutunk vissza, hogy ember kell. Ha valaki pártot alapít, vagy pártként működik, oda is ember kell. Tehát hiába van 3 ember, ha nincs mögötte szavazóbázis, hiába állunk ki a bank elé, ha nincs mögöttünk ember, hiába jövünk itt, ide, hogyha csak 4 vagyunk. Azért én azt gondolom, ez a mai kis demonstráció jóval jobban hangzott, mint amikor 2 követelitek a végrehajtások leállítását. Azt gondolom, hogy egyre feszültebb a miniszterelnök úr. Azt nem tudom, nem látok bele a pakliba, hogy az ő keze abban van-e benne, hogy bent kellett volna maradnom, vagy hogy nem kellett volna bent maradnom, hogy örül neki, hogy fellépünk a bankok ellen, vagy nem. De legalább mondaná meg, nem? Tehát sokkal kerincesebb lenne a dolog. Idejön, gyerekek, ne csináljatok meg kurvára bosszant, és úgy se értek el vele semmit, mert le foglak lövetni. Vagy azt mondja, hogy de jó, hogy csináljátok, gyerünk, legyünk még többen. Én egy kicsit erre gondolnék, hogy ezt díjaznám, hiszen azért lássuk azt be, hogy február óta a Dubrovszky könyörög, hogy legyünk végre sokan. Mert különben nem tud semmit tenni, sem a kormány, sem az államnak bármennyik szerve, tehát ezt én azt mondom, hogy teljesen jó. Amit nagyon szeretnék hangsúlyozni, ugye az, hogy engem ott letartóztattak, ez adott megint egy kis média visszhangot. Én azt gondolom, megint használjuk ki. És úgy láttam, vagy úgy hallottam, hogy elég pozitívan jött le, tehát nem azt mondták, na ez a barom megérdemelte, amit kapott, hanem azért olyan emberekben is, akik előtte nem nagyon biztosítottak a támogatásuktól, olyan telefonokat kaptunk, hogy na, mennyire sajnálják, és mit képzelnek ezek a mocskók, és egyébként is végre valaki kiáll, és azt meg elkaszálni akarják. Tehát én azt gondolom, hogy ezt ki kellene használni, és most kellene felépítenünk még tovább ezt a rendszert, hogy jó sokan legyünk és itt legyünk. Én is fogok kijönni természetesen, úgyhogy viszonylag sokat kell majd járnom a rendőrségre, de szerintem holnapot részt veszek vagy a kerekasztalon, vagy a Zsoltnak a tüntetésén, és utána ki fogok megint költözni pár napra, és akkor egy picit itt fellendítjük a dolgokat, bár szerintem nekünk is jól fog menni. Amit szeretnék még szintén jelezni, ha nem adom a házamat mozgalmon kívül, egyelőre nem vagyok egyetlen mozgalomnak sem a vezetője, bár úgy jelent meg a Facebookon, hogy igen,
Ezt majd én, amikor belenézek, eldöntöm, hogy valamit szeretnék ezen kívül vezetni. Egyelőre ez teljesen jól működik, és nagyon szívesen működök bárkivel együtt, de majd mi mindenképpen el fogjuk dönteni, hogy hogyan. Jó, hát körülbelül ennyit szerettem volna nektek mondani. Természetesen majd, ha lesz végre időm, meg lehetőségem, akkor a bírósági döntést, meg a eljárásokról az iratokat föl fogom tenni a Face-re, hogy hadd lássa mindenki és tudja nézegetni, csak hogy ki kell satírozni ezt az belőle a neveket. De ha bárkinek kérdése van, bárki bajba kerül, akkor szóljon azonnal. Ugye most a Fricinek is intézkedtünk tegnap, hogy legyen egy ingyenes ügyvédje, aki remélhetőleg már mai napon kihozza. Azt tudjuk a Frici ügyéről, hogy példát akarnak vele nagyon komolyan statuálni. Ugye megpróbálták összehozni az enyémmel, tehát az én ügyemben ez így szerepel, mindjárt mondom nektek, ezt még érdemes felolvasnom belőle. Azt mondja, hogy ebben lesz szerintem. És akkor fogjátok látni, hogy én először hol értesültem, és milyen szövegkörnyezetben arról, hogy valaki megtette, de ugye akkor nem tudtam, hogy ő volt és megtette, csak azt, hogy megtörtént a dolog. Rendelkezésére álló adatok szerint bankirakottok betörése ténylegesen tervezett volt a nyilatkozat alapján, az internetes bejegyzések alapján azonban megállapítható, hogy attól többen elálltak. 2013. szeptember 17 napján Budapest 19. kerület Üllői úton egy férfi azonban ténylegesen be is törte az OTP New RT által üzemeltetett bankfiók ablakát, mely cselekmény miatt a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozói Iroda nyomozó főosztályán 29.022.382, én meg a 378 vagyok, folyamatban van az ügy. A két ügy közötti kapcsolat megalapozottan feltehető, azonban annak bizonyítása az adott ügytárgyát képezi. Tehát itt tudtam meg, hogy valaki tett ilyet. Mondjuk azt, hogy örültem is, meg nem is, sajnáltam a Fricit, azt meg nagyon köszönöm, hogy ugye felhívták többen a figyelmét, hogy azonnal adja fel magát és bement. Ezt köszönöm és sajnálom, lehet, hogy nem kellett volna, ezt nem tudjuk eldönteni soha, hogy mivel teszünk jót vagy rosszat, mindenképpen álljunk ki mellette. Fogok róla tudni azokat, ja igen, megpróbálták összehozni az ügyet, de nem tudták. Egyszerűen nem találják, hogy hogy lehetne rám bizonyítani azt is, hiszen ott voltam bent elég erős őrizzet alatt. Ugye bilincsbe, pórázon, amikor mentünk. Igen, tehát alibim az legalább van erre a történetre. De mivel nem tudják összehozni, így úgy hallottuk, hogy gyorsított eljárásban még a mai napon szeretnének ítéletet hozni az ügyébe. Tehát én azért azt gondolom, hogy nagy baj van ebben az országban, ez egy kicsit hasonlít a statáriális bíráskodáshoz. Remélem nem jutunk el oda, hogy valakit le is lőjenek azonnal utána, még mielőtt védekezhetne. De ez rajtunk múlik. Tehát ezt többször elmondtam már mindenkinek, hogy nem az OTP-vel van a probléma, nem a bankokkal és nem a kormánnyal, velünk. Amikor valaki Franciaországban egy politikus egy kicsit büdösebbet fingik, mint a megengedett, 10 000 ember egy óra múlva kín van az utcán, és azonnal követelik, hogy ilyet ne csináljon többet, és azonnal vonja vissza. Na most, nálunk mi történik? Bent van a Frici, a dutyiba a gyorsított eljárás be akarják kaszálni, és nem vagyunk 10 000 az utcán. Minden nap meghal több ember a devizahitel miatt, és nem vagyunk 10 000 az utcán, mindig ugyanaz a 30, max. 300 ember van az utcán. Hát ezért mi vagyunk a hibásak, mindenki, azok is, akik otthon ücsörögnek, és engem ezzel nem törtek meg, hogy abba hagyjam, legfeljebb kicsit másképp csinálom, a vakancsom ott lesz a sarokba, a kapusztis pulcsim is, a síruhám is, de hát bármelyik pillanatban újból nekifoghatok ennek a dolognak, és neki is fogok fogni, csak lássam azt, hogy mozdul más is, és én azt javaslom mindenkinek, aki ilyen keményebb dologra szánja el magát, hogy ő is várja meg, hogy más is mozduljon ezért a dologért, és ha ez megtörténik, akkor nagyon rendben leszünk. Jó, valami ilyesmit szerettem volna, hogyha valakinek utána beszélgetni valója van. Most egy darabig maradunk, csak fölhívom a rendőrséget, hogy be fogok nem sokára menni a számítógépek miatt személyesen, és beadom a kérelmemet, úgyhogy döntsék el, hogy akkor ott addigra kikészítik-e nekem, hogy hazahozzam-e, mert különben nagy balhé lesz. Ugye meg van már írva a kérelem, ezt hajnalban megírtam, és akkor így fog menni a dolog. Jó, én köszönöm a kiállásokat, kitartásokat, nem biztos, hogy mindig Facebook közelében leszek, ha valaki szeretne, akkor érjen el. Még a régi számomon Anitánál csörögve el tudtok érni, de hogyha nem kapom vissza, akkor kérek egy új kártyát, és akkor kinyalhatják, tehát gyakorlatilag még az is rendben.
rendben van, majd a többit meg valahogy megoldom és kártérítési perben elintézzük, tehát ebből nem menekülnek. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm nektek, ezt a kis összejövetelt ezért szerveztem gyakorlatilag, hogy megköszönjem, és elsőként értesüljetek róla, hogy hogyan tovább, és figyelmeztesselek benneteket, hogy óvatosan, de keményen. Köszönjük. Ezt üzeni a birkónő is. Köszönjük! Hajrá! Szeretnék szólni, mert a